Ez az a lengyel kamion, amelyik a hivatalos okmányok szerint 610.500 doboz cigarettát szállított Dangsból román címre. Azonban megtévesztésként a nemzetközi rendszerben a szállítmányt a Macedón vámszerv részéről megérkezettként rögzítették. Tehát úgy tűnt, mintha az unió területén csak áthaladt volna. Mindeközben a szállítmánya a rendeltetési helyétől ezer kilométerrel távolabb, az M3-as autópálya Kálmánházi parkolójában vesztegelt. A várakozást követően a cigarettával telepakolt kamion egyszer csak elindult Budapest irányába. Miután a Budapest irányába indult meg a kamion, a NAV pénzügyi nyomozói ekkor tartóztatták fel a meglepett sofőröket, és lefoglalták tőlük a több mint fél milliárd forint értékű cigarettán túl a kamiont is forró nyomon indult nyomozás eredményes következményeképpen sikerült a magyarországi szállat is felgöngyölíteni. Ennek köszönhetően a pénzügyi nyomozók egy nyíregyházi férfit őrizetbe vettek, a két lengyel sofőre előzetes letartóztatásban van. Mindhárman uniós tagállamokon átnyúló bűnszervezet tagjaként felelnek, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt. Az elkövetőket akár 20 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik.